Egy hét évvel ezelőtti sétán találtunk rá a férjemmel és akkor pár hónapos kisfiammal erre a házra. Velence falujának utcáiban sétáltunk és régi épületeket nézegettünk. És kerestünk olyan telkeket, amelyek még őrzik a régi hagyományos telekoztást vagy épület elrendezést. És akkor találtunk rá erre a házra, amire hatalmas betűkkel ki volt írva, hogy eladó. Alapvetően a tervezési folyamat az egy nagyon hosszú folyamat volt. Két éven keresztül használtuk időszakos lakójelleggel a házat, ami szinte teljes mértében közművesítetlen volt. Nem volt benne víz, nem volt konyha, nem volt fürdőszoba. Pontosan azért, hogy megértsük azt, hogy hogyan is működik egy ilyen föld, ház. Én vályokházban nőttem fel, de valahogy ez az apáról fiúra átszálló tudás így az évtizedek alatt elhomályosult és újra kellett tanulnunk azt építészként, hogy mit is lehet ma korszerűen kezdeni egy ilyen épülettel. Amikor beléptünk az épületbe, akkor láttuk azt, hogy valójában ez egy őrszendő kincs, és ahogy a tervezési programunkat összeraktuk, láttuk azt, hogy bővülő családként nem fogunk elférni magában abban az öregházban, és akkor a, annak a korszerűsítésével párhuzamosan terveztük a bővítést is. Ahhoz, hogy ez az épület, ez a lakóház ez ilyen legyen, ehhez nagyon fontos volt az, hogy mind a ketten építészek vagyunk a férjemmel, és különböző minőségében tudjuk hozzátenni a gondolatokat és a tetteket a házhoz. Még én tervező építészként jellemzően elgondoltam a téri szituációkat és a részleteket, addig ő, mint kivitelező építészmérnök elmondta, hogy ezt hogyan is lehet megvalósítani és aztán pedig meg is valósította. Az új épület fa és a nagy üvegfelülete az udvarral a látványában képez kapcsolatot. Ez a felület ez nem nyitható, a háznak a két bütűjén tudunk ki és bejárni, valamint átszellőztetni az épületet nyári nagy melegben. A földházas az csendes, nyugodt, az a pihenésnek a helye, az új ház az pedig nyüzsgő, változó, az pedig a közösségi életnek és a vendégvárásnak a helyszíne és az épület szerkezetek is és a kialakítása a nyitottságot szimbolizálja. A ház főértékének azt tartom, hogy ez úgy válhatott egy igazi hogy emlékeket őriz a meglévő épület, amit mi annak ellenére, hogy nem a mi családunk emlékei törzi, akkor is megpróbáltunk hozzá úgy viszonyulni, hogy tartsunk belőle meg mindent, amit szeretnénk, sőt a ház történetének is utána járni az eredeti családdal sokat beszélgetve valamint, hogy úgy épült fel ez a ház, hogy minden egyes részletét mi találtuk ki, tehát az első elgondolástól az utolsó szögbeveréséig mi itt voltunk és jelen voltunk, és hozzátettünk mindent. Ami nagyon fontos viszont ennél a háznál szerintem, hogy ez nem egy élére vasalt derékszögű építészet. Tehát pontosan az, hogy hogy a spontán saját kezű építés és műépítészeti gondolatok és ráadásul egy megmaradt népépítészeti emlék keveredik egymással, ezzel egy ilyen folyamatosan változó élő egyveleget alkot. A természetes anyag használatnak a velejárója az, hogy ez folyamatosan változik, a földház lélegzik, mozog, reped, egyfolytában karban kell tartani, és vele együtt kell élni. Az új ház faldeszka burkolatának a színe folyamatosan változik, ahogy a víz éri, ahogy a nap éri, ahogy változik az idő és mi ezzel a házzal együtt élünk, és így formáljuk a saját magunk képére.